Ez egy Alfa Romeo 147 Twin Spark, 1.6-os benzines. Az autóban most jelen pillanatban 210 000, meg egy nagyon pici van. Én ezt az autót 2018. december 3-án vásároltam, Egerben, egy autókereskedésben. Alfa Romeo még nem volt, és azt gondoltuk, hogy adunk neki egy esélyt. Mikor oda mentünk a kereskedőhöz, azt mondta az úriember, hogy ő használja az autót, teljesen rendben van. Nemrég számítatta be egy másik autóba, egy hölgytulajdonos volt. Tudomása szerint minden rendben van az autóval, ezért bátorkodtunk megvenni. Mentünk vele egy próbakört, ott a helyszínen nem vizsgáltattuk át. Megvásároltuk a kereskedőtől az autót, majd hazajöttünk vele 60-ba. Egy-két nap ugye autó átírás, meg eredetiségvizsga, minden után elvittem szerelőhöz, mert felvillant az olajnyomás lámpa. Aki mondta, hogy teljesen üres a motor, mindegy, megcsináltuk a vezérlés cserét, megcsináltuk az olajcserét benne, amit ilyenkor ugye érdemes megcsinálni. Majd rá pár napra, nem akarok nagy hülyeséget mondani, ezt egy 5 napra rá, kijelzett újra az olajnyomás lámpa, és visszavittem a szerelőhöz, hogy nem-e valamit ő cseszett el rajta. Erre mondta, hogy nem, hanem óriási olajfogyás van a motorban, vegyem fel a kapcsolatot az autókereskedővel, jelezzem ezt felé. Én ezt meg is tettem, írtam neki e-mailt, írtam neki 2 tértivevényes ajánlatlevelet a székhelyre, telephelyre. Egyikre sem kaptam választ a mai napig sem, és most az ügyem az jelen pillanatban a békéltető testület előtt van, mert úgy döntöttem, hogy ezt nem hagyom annyiban, mert úgy érzem, hogy teljes mértékben átvertek ezzel az autóval. Most egy Alfa Romeo 147-es 1.6-os Twin Sparkot fogunk vizsgálni. Kollégáimmal kezdhetjük. Világítások átnézése. Helyzet jó. Rendszám jó, hátsó ablaktörlő nem jó. Köszönöm! Váltókar szorul. Jobb hátulja sérült. Az nem bum? De. De, ez a hátsó csapály. Akkumulátor csere, ugye? Két lengőkart azt cserélni kell a szürentje miatt. A váltóból folyik itt az olaj. Általában váltó szétszedéssel lehet orvosolni. Folyik a hűtője. Ez fagyálló. Egyszer odaverték az alját biztos, valószínű, és akkor eldeformálódott itt a hővédője. A fényszóró mosó csövei ide vannak eldugva. Motorból folyik az olaj elég jelentősen, mert ha itt megnézik, akkor még a hátsó hídnál is van. Olajcsepp. Ez abból a szempontból egyébként lehet jó hír, hogyha elfolyik az olaj, akkor legalább nem a motor eszi meg, hanem csak egyszerűen egy szimmering vagy ilyesmi okozza a nagy olajfolyást, ami sokkal olcsóbb, mint hogyha egy motort kellene javítani. Az egyik nagy extrém hibája neki, amit észrevettünk, hogy nagyjából 1000 km vezetés után olyan nagyjából 4,5 liter olajt nyalt el. Mióta megvettük, azóta, ha jól emlékszem, egy olyan 1500-2000 km lehet maximum benne. Jaj, ez az. Igen, mert a hármast ilyen fantasztikusan veszi. El kell kicsit jobbra rakni. Amikor megvásároltuk az autót, ugye a motorhibán kívül a többi hibára felfigyeltünk, de én azt gondoltam, hogy egy közel, vagy egy 200 000 kilométeres autónál ez a váltó nehézség, ez abszolút beleférhet. Tehát, hogy korához képest az autóhoz ez hozzátartozik. Nem csodát akartunk meg ennyi pénzért. 850 000 forintért vettük az autót. Azt gondolom, ez a piaci értéke lenne, ha jó lenne az autó. Az adásvételiben az annyi szerepel, hogy az autó át lett nézve. Tehát ő nem hívta fel a figyelmet semmi olyan rejtett hibára, ami kiderülhetett volna, vagy ki fog derülni majd a vásárlás után. Azt mondták egyébként, hogy vezérlést cseréltek. Az kérdés, hogy az autószerelőjük, aki kicserélte ezt, ő nem látta, hogy így ömlik az olaj? Ha látta, akkor miért nem szüntette meg? Ha nem látta, és nem folyt így az olaj, akkor meg azért folyik, mert a szimmeringet nem jól rakta vissza, vagy... Tehát én nem tudok vádáskodni. Őrbazd meg, alacsony motor terhelés. 4-es henger felismert gyújtási maradás. Kiolvastuk a hibakód tárolót, és 3 hibakód van benne, 2 az égéskimondással kapcsolatos, tehát 4-es henger égéskimondást ismert fel, és a másik a keverékadaptációt, azt tartományon kívülre írta. Ezt okozhatja az égéskimaradás is, de akár légtömegmérő vagy lambda-szonda hiba is.
Jó szarul néz ki. Az jó. Nem, ez egy terem a lerakódásra. A sorozatban azért jelentkeztem elsősorban, mert pont a netet böngésztem, és akkor egy reklámként elém ugrott. Azt gondoltam, egy isteni jel, és ezért adtam be, hogy mondom, hát ha másoknak is tudok ezzel segíteni, és remélem egy kirakat per lehet belőle, mert szeretném, hogyha valamennyire felelősséget vállalnának az autókereskedők a tettükért. És az a baj, hogy így kabánki vagy, szerintem nem fog kijönni az olajfogyasztás vesztességméréssel. A veszteségmérés során sűrített levegőt pumpálnak a hengerekbe, és a műszeren követik a nyomáscsökkenést. Hát tulajdonképpen 6% a veszteség. Ezzel a módszerrel a motor megbontása nélkül nagy valószínűséggel megállapítható, ha nem zárnak megfelelően a szívó vagy kipufogó szelepek, illetve nem illeszkednek megfelelően a dugattyúgyűrűk. A kettes hengernél hát 26% a veszteség. A többihez képest jóval nagyobb, többszöröse. Ez a kipufogó szerepnél megy el, valószínűleg azon is hasonló lerakódás van, mint a gyertyákon, illetve a valamelyik gyűrűnél is valószínűleg kicsit több megy le a keleténél, ami utalhat az olajfogyasztásra is. Minden ilyen eszköz más kalibrációs értékeket használ, de a 147-es egyik hengerében észlelt 26%-os veszteség mindenképpen jelentősnek számít. A váltókar össze-vissza kóvályog, sebességeket keresni kell, nem találja a helyét. Hát ezt lehet látni itt, hogy ez nem ez a világ legnagyobb baja, de... Ez egy balesetnél lehet jó, hogy tudom. Persze addigra a légzsák megfog vélhetőleg, legalábbis reméljük. Ugye mondták a srácok, hogy a lengőkarokat cserélni kell. Most, ahogy rájöttünk erre az útszakaszra, jól hallani a kopogást. Alsó fordulattartományból való gyorsulásnál is azt érzem, hogy úgy vángat a motor. Valószínűleg kapcsolatban van az égés kimaradása. Sokan vallják azt, hogy veszel egy ilyen idős autót, és akkor az értékének az 50%-át számold még rá, hogy majd rá kell költened. Itt azért többről van szó szerintem. Alfa 147, és most megmutatnám neked személyesen azokat a hibákat, amiket feltártunk az autón. Itt hátul te is jól láthatod, hogy az ablaktörlőlapát az így dolg. Az egyik probléma az, hogy nem jól töröl, a másik probléma az az, hogy ha bekapcsoljátok, akkor végig fogja karcolni az üveget, és akkor utána üveget is kell cserélni. Tehát ez filléres dolog, csere. Azt majd meg kell nézni, egy elektromos szerelő nézze meg, hogy a spriczni az nem itt folyik ki, és nem oda szórja a vizet. A beállásnál érződött a váltókarral egy probléma. Hát ott az egy bontásos javítás, tehát itt most nem tudok rá mit mondani, de hogy kell vele foglalkozni, az biztos. A karosszériát mértem rajta, teteje jó. Jobb hátulján mértem, a jobb hátsó sárvédőn, a jobb oldali hátsó ajtón mértem. Ezek sérültek voltak, de megnéztem belül, ami azt jelenti, hogy tartó szerkezeti része nem sérült. Búgott a jobb hátuljából a kerékacsapágy, megmozgatták a kollégák, egy lötyögés is van belőle. Ez nem túl drága dolog, ki kell cserélni, mert ez egy nagyon biztonsági alkatrész. Alul a két lengőkar szilentek ki vannak kopva, el vannak szakadva, azt cserélni kellene. Az akkumulátor kapacitása már nem felel meg, az indító képessége, egy akkumulátort cserélni kell. Jó. Hát amiket itt feljegyeztünk, váltóolajfolyás. Ez azért nem ritka egy ilyen váltónál. Az ezzel a probléma, hogy le kell venni a váltót, és úgy lehet szétszedni, és ezt az olajfolyást itt nem lehet megjavítani. Itt igazából ilyenkor arra kell számítani, hogy a munka sok vele. A fő probléma, hogyha ide benézel, és látod,
itt mindenhol, és a karosszériát végignézed, ez mind olajfolt, olajcsöpögés, látod? Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy amikor forog a motor, akkor ide csapja, de végig hátul is lehet látni a karosszérián ezen az oldalon. Ha ide benézel, fejedre vigyázz, látod, hogy ott a vezérlés alól folyik gyakorlatilag körbe ki az olaj, mindenhova. Ha innen benézel, akkor látod, hogy minden csupa olaj. Igen. Itt nagyon sok olaj elveszhet. Ide nézel, itt le van szakadva a középső dobnak a tartója, illetve a gumi tartók is el vannak repedezve, cserélni kellene. Ez innen kapott egy ütést. És akkor most jön az, amiben nem vagyunk 100%-os biztosak. Kiolvastuk ugye a vezérlő kompjútert. A vezérlő kompjúterben motor égés kimaradást és nem megfelelő keverékképzést olvastunk. Ennek tudatában egy kicsit tovább mentünk, és kivettük a gyertyákat, illetve néztünk egy veszteséget. A gyertyákat, amikor kivettük, akkor tisztán látszott rajta, hogy olajlerakódás van rajta, tehát ilyen gubacsok vannak ráigve. A keverékképzésre utalhat az, hogy ez egy világos, egy fehér, tehát egy szegény keverékképzés van jelenleg a járműbe. Hát a gyertyákat, ahogy kivettük, megnéztük a veszteséget. Az egyes hengerben mértünk 4-szer akkora veszteséget, mint az összes többiben, tehát ott valószínűleg valamilyen jellegű probléma van. Mi úgy néztük, hogy a kipufogó szelep nem zár be rendesen, és ott megy el így a teljesítmény is, amikor dolgoznia kéne a motornak. Érezhetően. De érezhetően, igen. Azt kell mondani ennél a motornál, hogy ahhoz, hogy korrekt választ adjunk neked, hogy mi a hiba, ahhoz először ezt a vezérlésnél az olajfolyást meg kell szüntetni. A továbbiak azok pedig egy bontást igényelnek. Ez az Alfa 147-es tipikus magyar használt autó. Nem úgy hirdették, hogy 850 ezer forint, de azonnal elnyel még 1 milliót, nyilván le volt mosva és ki volt porszívózva, és nem látszott rajta, hogy zabálja az olajat. A Prima Autócentrum ezúttal csak azoknak az alkatrészeknek a cseréjével kalkulált, melyek biztosan rossszak. Például tennének rá új első féktárcsákat 36 ezer forintért és betéteket még 18-ért. A vízhűtő 48 ezer forintba kerülne, és szinte pontosan ugyanennyiért kapna új váltó bovdent is az autó. A legfájdalmasabb tétel mégsem ez, hanem a két első alsó lengőkar 130 ezerért, hiszen van ott még több is, így nem számíthatunk arra, hogy ennyiből hosszú távon megáll a futómű rendbetétele. Ahogy Zoli az átadáskor elmondta, a motor pontos állapotáról akkor tudhatnánk meg többet, ha szétbontanánk. Ezért a szerviz teljes 487 ezer forintos árajánlata nem érintette a motorjavítás vagy csere költségeit, melyek a bontott, de ki tudja milyen állapotú másik motor 100 ezer forintos árától bőven fél millióig terjedhetnek. A műhelypornót azért indítottuk, hogy minden héten lássatok egy rossz vagy egy jó állapotú használt autót, és amikor venni akartok egyet, jusson eszetekbe, hogy fontos az alapos átvizsgálás. Eddig több mint 1000 jelentkezést kaptunk, de a videó alatt található linken továbbiakat várunk. Ha tetszett a mai epizód, iratkozzatok fel a Total Car YouTube csatornájára, és osszátok meg a sorozat hírét másokkal is.